Sziasztok, Szúdi Péter vagyok. A mai videóban esküvői fotózásról lesz szó. Ugye nem sokára kezdődik a szigorú értelmevéve vett esküvői szezon, ilyen tavasztól őszig. Természetesen most már nagy divat télen-nyáron esküvőt fotózni, illetve esküvőket szervezni. Én most összegyűjtöttem 10 esküvői tippet, amit az elmúlt 16 évben összegyűjtöttem. Én 2003-ban kezdtem el esküvőket fotózni. És hát ma elsősorban nem technikai dolgokról lesz szó, tehát nem az, hogy hogy fogd a kamerát, milyen beállítást használj, hanem egy kicsit az emberi oldala, a ügyfelekkel, ugye a párokkal való kapcsolattartás, kapcsolatfelvétel, szerződés, illetve az, hogy milyen, hogy kell viselkedni, én hogy szoktam viselkedni, és hogy milyen dolgokat tanácsolok. Úgyhogy vágjunk is bele, kezdjük az elsőt. Az első, amit tanácsolni tudok, azt, hogy mindenképpen találkozzatok a párral, még esküvői fotózás előtt, akár hetekkel, hónapokkal, vagy akár egy évvel, attól függ, hogy mikor van az ajánlatkérés, mikor van a foglalás. Ezt mindenképpen javasolom, hiszen az esküvői fotózás annál komolyabb, mint hogy tényleg összejövünk egy igazolványkép összehozására, amikor tényleg nem szükséges egy ilyen bensőséges kapcsolat kialakítása, de hát azért jellemzően az esküvői fotózásoknál napközben egész nap együtt vagyunk, komoly munkát végzünk el együtt, és ezt minél oldottabban, minél profibban kell megoldani, úgyhogy azért egymásra hangolódunk, hát ennek meg az a kulcsa, hogy előtte azért még el kérne tölteni egy kis időt, akár egy kávé-tea mellett, és megbeszélni a részleteket. Tehát nálam ez úgy szokott kezdődni, hogy első körben, ugye e-mailben vagy telefonon megkeresnek engem esküvői fotó ajánlat ügyében. Én egy ilyen általános információs kis adatbázist át szoktam küldeni, és akkor attól függően, hogy mi a reakció, már is szervezek egy személyes találkozót, akár napok, hetekkel később, tehát minél hamarabb, annál jobb. Itt meg tudjuk ismerni egymást, és igazából az elkövetkezendő esküvőnek a minden egyes már megszervezett részletét meg tudjuk tárgyalni, tehát a helyszíneket, az időpontokat, a létszámokat. Aztán ugye bele lehet menni ilyen részletekbe, hogy ki milyen stílus szeret. Tehát, hogy a párnak ugye milyen fotózási stílus fekszik, úgymond, tehát szeretik a beállított fotókat, szeretik a spontán fotókat, vagy egyáltalán nem szeretik egyiket se, csak a fotós végezze a dolgát, meg teljes művészi szabadságot adnak neki. Nagyon sokféle típusú, illetve beállítottságú ember és pár létezik, és ezt előtte illik megismerni, úgyhogy ennek egy ilyen legjobb módja, hogyha előtte beülünk tényleg egy kávézóba, vagy leülünk valahova, és átbeszéljük a dolgokat, megismerjük egymást. Úgyhogy én azt javaslom először tényleg, hogy találkozzunk személyesen. Aztán ezen a megbeszélésen nagyon sok egyéb dologról is szó lehet, például, hogy az esküvőn lesz-e hőfély, ceremónia mester, lesz-e videós külön, aztán esetleg a kreatív fotózáson szeretne részt venni valaki más a rokonok közül, ez gyakran előfordul. Ez megbeszélés kérdése, valaki ezt szereti, valaki ezt nem szereti, valaki így vállalja, valaki nem vállalja. Én azt gondolom, hogy ezt mindent meg kell beszélni. Tehát a kommunikáció az egyik legfontosabb része ennek az egész dolognak. Aztán az is fontos dolog, hogy tisztázni, hogy az esküvőn van-e valami speciális, hogy azt mondom, hogy a általánostól kicsit eltérő, akár protokolláris, akár stílusbeli, akár vallási szertartás, vagy valami olyan jellegzetesség, ami miatt neked ugye oda kell figyelni. Akár dress code, tehát mondjuk öltözködés, akár viselkedés tekintetében, úgyhogy ezeket jobb előtte megbeszélni. Nézzük a következő pontot. Esküvői fotószerződés kötés, ugye hát ez egy azért több szempontból fontos dolog. Egyrészt kötelez minket fotósokat, hogy akkor, amikor elvállaltuk azt a munkát, a megadott szerződésben foglalt kötelezettségek, részleteknek megfelelően. Mi már a naptárban rögzítettük azt a napot, és így a pár biztos lehet benne, hogy mi rendelkezésre fogunk állni, és megcsináljuk azt a munkát, amire közösen szerződtünk. Ezt foglalóval, számla ellenében, illetve esküvői fotószerződéssel, mindkét fél aláírásával szoktuk rögzíteni. Számtalan példát lehet akár az internetről is letölteni, úgyhogy én most nem akarok itt közzétenni egy ilyen bianco szerződést, de ugye adatok, helyszínek, időpontok, minden fontos dolgok, pénz, elszámolás, fotók,
átadása, minden ilyen részletek legyenek benne. Én nagyon-nagyon fontosnak tartom, még így kicsit visszakanyarodva az előző pontra, hogy amikor ajánlatkérés érkezik, akkor minden egyes alkalommal köszönjük meg, hogy kértek tőlünk ajánlatot. És hát ugye itt fontos mérföldkőhöz érkeztünk, mondtam, hogy egy kicsit ilyen stílusbeli, egy ilyen ügyfélkezelés, egy ilyen customer service kis adás, és hát nagyon fontos, hogy mindig köszönjük meg. Tehát ez egy megtiszteltetés, hogyha tőlünk, mint fotóstól kérnek ajánlatot, szóba állnak velünk, leülnek személyes találkozóra. Hogyha ezek után napokkal vagy hetekkel esetleg nem történik visszajelzés a pár részéről, és azt beszéltük meg, hogy jelentkezni fogunk, akkor nem ördögtől való egy ilyen kis utókövetés, angolul ez follow-upnak nevezik, tehát hogy az ember egy diszkrét telefon vagy e-mail megkeresés útján érdeklődik, hogy sziasztok, hogy tetszett az ajánlat, van esetleg visszajelzést, szeretnétek foglalni, vagy más választottatok, nyugodtan ezek. Ez nem ördögtől való, tehát erről kell beszélni. Tudom, hogy ez lehet, hogy valakinek egy kicsit olyan nyomulós, kicsit ilyen tabu dolog, de hát ilyen a piaci helyzet, hogy hát valószínűleg az a pár sok-sok más fotóstól is fog ajánlatot kérni, és egyáltalán nem biztos, hogy mi fogjuk elnyerni a tetszést, de mindesetben szeret udvariasnak kell lenni, meg kell köszönni az érdeklődést, az ajánlatkérést és azt a megtiszteltetést, hogy szántak időt és teret arra, hogy velünk találkoznanak. Hogyha esetleg az a helyzet áll elő, hogy nem minket választanak, akkor is mindig köszönjük meg az egészet. Tényleg ezt agyon hangsúlyozom, de ez tényleg fontos. És keltsük azt a benyomást, ami valójában is kell, hogy bennünk legyen, hogy nem feltétlen kell minden egyes munkát nekünk megnyerni, elvállalni, hogy minden egyes munka miénk legyen. Nem. El kell fogadni, hogy a másik esetleg mást választ, és ilyenkor is én minden esetben sok boldogságot szoktam kívánni az eljövendő a esküvőhöz, tehát mindig biztos, hogy írok egy ilyen mondatot, hogy jó szervezkedést és sok boldogságot, későbbiekben pedig állok szíves rendelkezésetekre, hogyha esetleg lesz babafotózás, családi események, akkor nyugodtan keressetek, úgyhogy szívesen adok ajánlatot, szívesen dolgozok veletek együtt későbbiekben, és úgyhogy szerintem érdemes kvázi lezárni egy akár sikertelen megbeszélést is így, hogy az ember intelligensen elbúcsúzik, és megköszöni, hogy találkoztunk, és árajánlatot kértek tőlünk. Ha sikeres a dolog, akkor természetesen az esküvői fotószerződést azt alá kell írni, a foglaló összegéről a számlát kell adni, és hát az ember bevési magának a naptárba, és ahhoz tartja magát, hogy akkor nem szervezek se nyaralást, semmi egyebet, az egy szent dolog, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ez egy ilyen kötelezvény, és hát ugye akkor lesz egy szép, közös nagy munkánk aznap, úgyhogy erre illik felkészülni. Következő tanácsom a harmadik az, hogy ha van rá lehetőséged, akkor jegyes fotózást csináljatok. Hát ez egy fantasztikus, aranyos dolog, és igazából hetekkel, hónapokkal, vagy akár egy fél évvel, egy évvel előtte, az esküvő előtt is ezt lehet szervezni. Kinek mennyire van ideje, ki mennyire last minute szervezi az esküvőt, és akár be lehet építeni az esküvői csomagba. Mindenki más, hogy képzi az árakat, mindenkinek más a szolgáltatás portfóliója. Én ezt rendszeresen szoktam csinálni, és ezt ajánlom nektek is, hiszen ez egy kulcs ahhoz, hogy az esküvő napján már ismerősökként, akár jóbaráti viszonyban közösen dolgozó emberekként fogjuk üdvözölni egymást. Akkor, hogyha mondjuk előtte csináltunk egy jegyes fotózást, ez abszolút garantálja azt, hogy igazából megszoktuk egymás stílusát, a fotós és az alanya már összeszokott, tudják a technikát, tudják a stílust, tudják az utómunkát, lehet gyakorolni pózokat. Ugye rengeteg féle ember van, valaki gátlásosabb, valaki fesztelenül pózol a kamera előtt, ugye ezeket érdemes egy kicsit már esküvő előtt jóval kicsit gyakorolni, és higgyétek el, ez elnyeri a bizalmat, ez önbizalmat ad a párnak, nektek, tehát nekünk fotósoknak is nagyon-nagyon jó, egy plusz portfólióval gazdagodik mindenki, tényleg nagy-nagy örömre szolgál a pároknak is, hogy kapnak egy ilyen esküvő előtti
színes csomagot, és ennek minden egyes képét adjátok át természetesen, akár digitális, akár személyes formában, pendrive-on, vagy album, vagy ahogy megegyeztek mindenképpen. És hát ez egy fantasztikus kapocs lesz köztetek, és igazából tényleg garantálja, hogy az esküvő napján már ismerősként üdvözlitek egymást, és sokkal fesztelnebb lesz az egész, professzionálisabb lesz, és mindenki boldogabb lesz ezáltal. Ugye a jegyes fotózás az egy sokkal kötetlenebb dolog, ott nincs olyan szigorú dress code, mindenki úgy öltözködik, ahogy szeretne, természetesen esküvőn is, csak ott ugye mindenki egy számmal elegánsabb szokott lenni. Esküvő előtti fotózásnál akár kutyát is lehet sétáltatásra vinni, vagy akár biciklizést lehet szervezni, egy kicsi utazás, kirándulással egybekötni. Én általában így szoktam egy sétával, egy kirándulással, egy túrával egybekötni a dolgokat, és nagyon-nagyon aranyos dolgok vannak egyébként, ami még így gyakran előfordul, hogy olyankor a párok elvisznek egy olyan helyre, ahol ők megismerkedtek, ami az ő kapcsolatuknak a hajnáról szól, emlékezteti őket, és tényleg nagyon bensőséges fotók szoktak születni, én ezt nagyon-nagyon ajánlom nektek. Következő, amit ajánlok, az a terepszámle. Ugye esküvő előtt ugye most már megvan a szerződéskötés, volt már jegyes fotózás, gyakorlatilag tudjuk az időpontot, a helyszínt, viszont ha esetleg nem voltunk ott még élőben, tehát nem voltunk abban a házasságkötőteremben, nem voltunk abban a városban, nem voltunk abban a templomban, nem ismerjük a környéket, akkor szerintem érdemes egy kirándulással összekötni, és hogyha megtehetjük, akkor látogassunk el oda, ne csak virtuálisan, persze ebben segít a Google Earth, meg mindenféle Street View, de látogassunk el oda személyesen, nézzünk akár előtte interneten helyszíneket, vagy akár ott személyesen, akár egy biciklizünk egyet, menjünk be a templomba, lessünk be, hogy milyenek a fények. Szóval egy kicsit szaglásszon körbe, és sokkal nyugodtabbak leszünk, és technikailag felkészültebbek, ha egy olyan helyen fogunk fotózni, ahol tudjuk, hogy milyenek a fények, mekkora a terület áll rendelkezésre a fotósnak, stb. Valószínűleg ti is tudjátok, mire gondolok, de ezeket nem győzem hangsúlyozni. Tudom, hogy kicsit ki kell lépni a komfortzónából, de megéri. Tehát az ember egy felkészültebb, nyugodtabb munkát tud aznap produkálni, hogyha nem egy vadidegen helyszín, hogy úristen, most itt mi lesz, ég a villany, nem ég a villany, hova álljak, hol nem fogok zavarni, hanem az ember egy ismerős helyszínre érkezik, és tudja a dolgát. Elkezdtünk arra a pontra, hogy esküvő előtt egy ilyen utolsó kis ellenőrzésképpen, mindenképpen én azt gondolom, hogy akár napokkal az esküvő előtt, vagy hetekkel az esküvő előtt, attól függ, hogy mennyi idő telik el az egész megbeszélés előtt. Tehát, hogy mondjuk egy vagy két évvel az esküvő előtt foglalnak, akkor természetesen ott azért egy nagy idő táv van, és érdemes mondjuk hetekkel az esküvő előtt életjelet adni magunkról, viccelek, megkérdezni, hogy minden rendben van a szervezéssel, van esetleg bármi változás, időpontok, helyszínek tekintetében, létszám, bármi, amit a fotósnak tudni kell. Mindig ellenőrizzük végig az időpontokat, helyszíneket, tényleg akár egy néhány perces telefonhívás vagy egy e-mail ebben tud segíteni. Hello, sziasztok, nagyon várom a napot, minden rendben van-e, tudok-e bármiben segíteni nektek? Mindenképpen érdemes, szerintem ez is egy jól veszi ki magát, és kölcsönös nyugodtságot ad ugye itt. Hát általában az a legtöbb ember izgatott, és hát egy nagy nap elé néz. Mi fotósoknak is ez egy nagy nap, úgyhogy erre fel kell készülni, testileg, lelkileg és technikailag is. Elérkeztünk az esküvő napjára. Az esküvő napján ugye hát az ember viselkedjen ennek megfelelően, tehát mindig legyél elérhető, mindig tudjon a pár arról, hogy te éppen hol tartózkodsz. Ugye természetesen 99%-ban vele vagy, de hát egy esküvői nap rengeteg helyen játszódik, akár a párnak a lakásán, ugye néha van kikérő, aztán vannak ugye különböző esküvő helyszínek, pohárköszöntők, parkok, templom, házasságkötőterem, akár A-ból B-be egy vonulás, vagy egy kisebb utazás, vagy egy séta, kreatív fotózás, vacsora helyszín, lakodalom, tehát millió egy hely, és akár elkezdődhet egy fotózás délelőtt, vagy a kora délutáni órákban egész késő élig. Tehát az ember természetesen néha elugrik mosdóba, néha kell egy néhány percet szakítani arra, hogy az ember néhány falatot egyen. Tehát ugye energiaszelet mindig legyen nálatok.
de mindig tudja a pár, hogy éppen hol vagyunk. És hogyha szükségünk van néhány percre, akkor mindig mondjuk meg, hogy most hova mentünk, telefon nálunk van, mi a következő helyszín, stb. Stb. Egy folyamatos éberséget kíván ez a dolog. Legyünk szolgálatkészek, előzékenyek, segítőkészek, legyünk ott mindig szem előtt, de természetesen ne zavarjunk és ne akarjunk fontoskodni, hanem egy fontos szolgáltatási emberke módjára, aki mindig tudja a dolgát, mindig kapja el azokat a pillanatokat, amik nem beállított pillanatok, hanem esetleg ilyen felkészülés pillanatai, illetőleg hát azok a fontos mozzanatok, amikben ugye megegyeztetek, tehát ugye előkészületek, szertartások, csoportképek, minden, ami ilyenkor szokott fordulni, ezt pontosan tudjátok, hogy miről beszélek. De a legfontosabb, hogy tényleg legyünk szem előtt, kommunikáció, esetleg ha találkozunk videóssal együtt kell, hogy dolgozzunk, akkor ugye ne akadályozzuk egymás munkáját, ővele is azért beszéljünk néhány mondatot, hogy hogy szokott dolgozni, mi a stílusa, megpróbáljuk egymásnak ilyen jelekkel közölni, na most akkor én balról jobbra megyek, te jobbról balra, ne zavarjuk egymást. Tehát szerintem ez egy ilyen intelligens, fontos dolog, ugye hát attól függetlenül, hogy esetleg mi kvázi konkurenciái vagyunk egymásnak, egy fotós, videós, de ugye van ez a kedvenc mondásom, hogyha valamit nem tudsz megakadályozni, akkor állj az élére. Mindenki ott legyeskedik, sokszor mobillal vannak, esküvői vendégek, akiknek komoly gépe van, és ott fog mellettünk kattogtatni. Nekünk akkor is mindig tudni kell, hogy mi nekünk azért pénzt fizettek, hogy ott dolgozzunk, komoly munkát végzünk, és nekünk természetesen ehhez hozzá kell szokni, hogy más is szokott ott képet csinálni magának, emlékképeket, ugye a videós végzi a dolgát, néha segédkeznek, többen vannak. Úgyhogy ilyenkor nekünk ugyanolyan fesztelenül és nyugodtan kell végezni a dolgunkat, erre fejben elő kell készülni, és hogyha kell, akkor ott helyben kommunikálni, most egy kicsit én innen szeretnék fotózni, bocsánat, ne haragudj, sziasztok, itt vagyok, kis figyelmet kérek, nagy mosoly, tehát folyamatos kommunikáció, tényleg most nem akarok így a részletekbe belemenni, de ez egy nagyon fontos dolog, tehát ott rengeteg ember, sűrök, forog. Persze úgy is meg lehet beszélni a gyerekek, amikor én esküvőt fotózok, akkor ilyen steril körülmények lesznek. Lesztek ti, mennyasszony, vőlegény, meg én fotós, de valljuk be, nem ez az életszerű. Az az életszerű, hogy sürgés, forgás van, és ebben nekünk, ebben a helyzetben bele kell szokni, fel kell nőni ehhez a helyzethez, meg kell oldani technikailag azt a dolgot, amire mi szerződtünk, és hát maradjunk frissek, éberek, barátságosak, és ennek a munkának a szolgálatába állítsuk ezt az egész dolgot, és érezzük jól magunkat, akkor mindenki jobban fog mutatni a fotókon. Tehát, hogyha egy fesztelen fotós jól tud instruálni, jó helyen van, jó időben nyomkodja a gombot, akkor igazából tök jó képek születnek, nincs semmi gond. Tehát, hogyha ott más is sűrök forog, ez van, tehát egy kicsit hozzá kell szokni, ez egy ilyen szakma. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy legyenek meg a kötelező momentumok, és az ember utána művészkedjen. Következő tanács, hogy a házasságkötőterem, illetve templom esetén, ott mindig keressük meg az anyakönyvesztetőt, illetve a papot, lelkipásztort, attól függően milyen vallás. Beszéljünk vele néhány percet, hogy a helynek mik a jellegzetességei, mutatkozzunk be illedelmesen, mondjuk el, hogy mi vagyunk a fotósok, és van-e esetleg a helyszínnek egy olyan jellegzetessége, amit nekünk figyelembe kell venni, meddig tudunk, hány lépést tudunk tenni, mennyire tudunk jobbra menni, balra menni, mögé menni, esetleg az oltáron a hányadik lépcsőig mehetek el, stb. Stb. Valaki teljes szabadságot ad, valaki szigorúan megmondja, hogy nálam ne nagyon legyenek ott ilyen cirkuszi mutatványok. Konkrétan volt olyan pap, aki mondta nekem, hogy valami előző esküvőn, ott nem tudom, a fotós mellett még tartottak ilyen óriási vakukat, meg itt bohóckodtak, és rendkívül zavaró volt, ugye remélem nem lesz ilyen. Mondom, semmi ilyen nem lesz, én csak azt szeretném megkérdezni, hogy meddig tudok az oltárnál elhelyezkedni, esetleg hányadik lépcsőfokig illedelmes nekem elmenni, stb. Stb. Érdemes ilyenkor kommunikálni egy kicsit, és illedelmesen elmondani, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, és megkönnyíteni a munkánkat, és nehogy esetleg ebből félreértés legyen, vagy esetleg valami feszültség. És hát az embernek egy ilyen kis bizalmi faktor, plusz
technikai megnyugvást ad, hogy én amikor ott a helyszínén elkezdem fotózni a konkrét esküvőt, akkor tudom, hogy mi a dolgom, és hol fogok állni, honnan fogok fotózni az ember, több szempontból egy kicsit így megnyugodhat, és egy ilyen plusz biztonsági faktor. Aztán általános tanácsok esküvő napján igazából itt annyi mindenről szó van, hogy nem akarom ezt itt most felolvasni, mert megegyezni nem tudnám elmondani úgy a teljesség igényével, de érdemes egy checklistet összeírni, hogy milyen technikai dolgok és felkészültségek szükségesek arra a napra, amit ugye esküvői fotózásnak hívunk. Legyen egy listánk, hogy mit viszünk, hogy készülünk fel egy esküvőre, és fejben legyünk ott mindig, és az ember mindig őrizze meg a nyugalmát, mindig legyen segítőkész, kommunikatív, csináljunk nagyon szép fotókat. És akkor itt már az előbb, amit jeleztem, az asszisztencia, tehát hogyha van rá lehetőség, akkor úgymond neveljünk ki egy fotós társat, egy barát, egy barátnő, egy családtag, egy üzlettárs, aki velünk együtt akár fotózik, vagy asszisztens fotós feladatok ellátásában segítkezik. Tehát akár lehet az, hogy az embernek a nehezebb táskát, objektívek, vázakat segíti vinni olyan helyszíneken, ahol azért nem túl jó, az embernek van egy nagy hátizsákja, például egy templomban, ott nem a legszerencsésebb. Ilyenkor mindig jól jön, hogyha valaki a többi felszerelésre vigyáz, mindig előkészíti a következő objektívet, vázat, ami éppen kell, elemet cserél, akkumulátort. Szóval erre ugye egy ilyen közös bevett gyakorlat, tehát igazából ez mindenkinek a sajátja, de egy asszisztens ez mindig jól tud jönni, pláne amikor ugye kreatívabb fotózáskor a derítőlapokkal, eszközökkel, akár a ruhának a megigazításával tud felhívni a figyelmünket bizonyos dolgokra, amit esetleg mi annyira nem látunk. Ehhez ugye a nőknek, lányoknak nagyon jó szeme van, tehát egy nő és férfi az egy mindig egy nagyon jó kombó ehhez a dologhoz, de természetesen ez nem életkor és nem beállítottság kérdése, hanem az ember kivel tud együtt jól dolgozni, technikailag, fejben és szívben. Tehát, hogy ez egy olyan szakma, ahol gyönyörű dolgokat fogsz aznap megtapasztalni, és neked semmi más dolgod nincs, mint térben és időben, és szívben, lélekben, technikailag abszolút helyt állni, és tényleg ez meghálálja magát. Az utolsó tanács az a utómunka, fotók átadás, és ez is egy kicsit ilyen customer service dolog, fontos dolog, hogy hát ugye beszéljük meg, hogy mikor és hol fogjuk átadni a fotókat, mennyi, hány hét, hány hónap az utómunka, milyen formában adjuk át a fotókat, és legyen mindig egy ilyen kis utókövetés, hogy sziasztok, hogy tetszettek a fotók, van esetleg kérés, kérdés, az utómunka tetszette, esetleg szükségetek van-e néhány fekete-fehér fotóra, valljuk be, nem tart nekünk sokáig, néhány kiválasztott fotóról esetleg egy szép ját, egy fekete-fehér, vagy egy más képkivágást még adni. Tehát hogyha esetleg van egy ilyen, néhány speciális kérés a párosnak, akkor mi legyünk annyira előzékenyek, hogy azt megmondjuk, hogyha bármi kérésetek, kérdésetek van, akkor nyugodtan keressetek bizalommal, telefonon, e-mailen, szívesen átküldök egy-két verziót, hogyha még valamelyik fotóból mondjuk egy másik képkivágás, vagy mint mondtam, egy fekete-fehér konverzióra lenne szükség. Szóval ebből szerintem ilyenkor is legyünk mindig segítőkészek. Azért is érdemes erről beszélni, hiszen nem mindenki olyan felkészült, hogy átadunk neki ilyen 20-30 megabajtos JPG fájlokat, és azzal tud boldogulni. Tehát érdemes külön mappába egy kezelhetőbb, közösségi médiához megfelelőbb, kisebb fájlformátumokat lecsökkenteni, mondjuk 1600 pixel vagy 2000 pixel a hosszabbik oldal, tehát ilyen kisebb képméretben tárolni, illetve lementeni a mappákat, meg legyen egy nagy, egy maximális felbontás. És az meg egy külön megegyezés kérdése, hogy esetleg a nyers fájlokra szükség van-e, előfordulhat, mondom, ugye itt tudom, hogy egy csomó fotós nyers fájlokat nem adja oda. Igazából egy kicsit már ez olyan dolog, hogy ez mindenki döntse el magának, hogy arra szükség van, szívesen odaad ebből másolatot, vagy esetleg azért külön pénzt kér, nem kér pénzt, semmiképpen nem adja oda, külön kérésre odaadja. Tehát szerintem ezt ti döntsétek el, de mindenképpen előtte legyen erről szó, utólag ne legyen semmi
miatt sértődés, amit nem beszéltünk meg. Tehát itt kicsit visszakanyarodnék, hogy előre persze mindent nem fogtok tudni megbeszélni, de hogyha már lefotóztatok 25 esküvőt, akkor általában az ember egy olyan gyakorlatra, rutinra teszed, hogy tud magának írni egy olyan checklistet, amit mondjuk egy első megbeszélés alkalmával semmiképpen ne hagyjak ki. Az esküvő napján semmiképpen ne adjak ki. A fotókat átadom, semmiképpen ne adjam ki. Szerződésben ne adjam ki, viselkedésben. Magunk és a közös munkát tesszük könnyebbé. Úgyhogy igazából én ma ezekről akartam beszélni, kicsit berekedtem a végére. Aztán egy kicsit beszéljünk az utókövetésről, follow-up. Tehát egy esküvő után, hogyha minden jól sikerül, és miért ne sikerülne jól, akkor ugye egy nagyon jó viszonyt alakítunk ki a fotós és a kliens, a kedves pár között, és igazából érdemes ezt a jó viszonyt fenntartani. Hát mivel lehet jól fenntartani? Az ember biztosítja a másikat afelől, hogyha bármikor máskor tudok segíteni, van egy családi esemény, baba, vagy bármi olyan dolog, hogy egy páros fotózás esküvő után, akár egy nézes hetek megörökítése, vagy bármiről legyen szó, keresetek bizalommal, kérjetek tőlem árajánlatot, vagy esetleg be lehet építeni a csomagba akciósan. Úgyhogy érdemes szerintem ilyen dolgokról így előre gondolkodni. Később van egy szülinap, egy névnap, karácsony évvége, új év üdvözleteket küldeni, és tényleg ismerősként, barátként üdvözölni egymást, hogy vagytok, stb. Úgyhogy egy üdvözletet küldeni. És akár egy életre szóló barátság is kialakulhat, és hát azt nem kell mondani, hogy most ha az ember egy kicsit ilyen, tényleg ilyen üzleti fejjel gondolkodik, tehát hogy nem feltétlen ez a push marketing, hogy itt vagyok gyerekek, fotós vagyok, béreljetek, hanem az, hogy az ember elvégez szépen lassan munkákat, és munka hozza a munkát, és hát ugye ehhez pedig egy nagyon jó stílus, emberség, kapcsolattartás, sok-sok kommunikáció, előzékenység, udvariasság, és az ember ne legyen pénzéhes, tehát csinálja azért, mert ez egy ilyen love project, és imádod csinálni, és mellesleg ebből meg is tudsz élni, vagy pedig magadnak egy ilyen kis mellékállást, hanem tényleg legyen ez egy ilyen életünknek egy ilyen nagyon szép, gyönyörű, kreatív mestersége, és viselkedjünk ennek megfelelően, és szerintem akkor ez biztos, hogy működni fog. Mai adásnak én így ennyit gondoltam. Remélem, hogy lesznek kérdések, biztos, hogy kiadtam egy csomó dolgot, de majd így, amikor szerkeztem a videót, akkor megpróbálok információkat még elejteni, mert nem lehet ezt ledarálni, ezt a témát, és ugye ezen kívül még rengeteg technikai dologról is lehetne beszélni, de ma kimondottan erről szerettem volna beszélni, hogy az esküvői fotózás, azt az ember körülbelül hogy szervezi meg, milyen hozzáállással érdemes, legalábbis nekem ez a körülbelül 15-16 év, ez hogyan ülepedett le, és miért szeretem ezt csinálni, és mi az a mozgató hajtóerő, ami még most is munkálkodik bennem, hogy évente tényleg több esküvőt elvállaljak, számtalan egyéb fotós munkám mellett. Úgyhogy titeket is erre tudlak buzdítani. Ugye az esküvői fotózás, ha már egy kicsit technikáról beszélünk, ott minden van. Tehát az esküvői fotózás az ilyen legalább 4-in-1, tehát legalább mondjuk rendezvényfotózás, egy portréfotózás, egy divatfotózás, meg mondjuk csendélet, gasztrofotózás, ott minden van. Étel, ital, mulatság, portré, egy kis divatozás, pózok, elesett pillanatok, tehát igazából csoportképek, előre nem látható dolgok. Úgyhogy igazából ez egy fantasztikus, komplex feladat, és ha az ember néhány esküvőn úgymond túl van, akkor utána egy tök jó önbizalommal tekinthet a kisebb munkák irányába is, és hát egy nagyon jó kis reputációt okoz. Hú, micsoda szavakat használok, ezt felejtsetek el. Tehát az a lényeg, hogy tök jó önbizalmat ad. Szóval ez egy szép szakma. Az esküvő az egy nagyon szép alkalom, hogy mi fotósokot bizonyíthassuk a rátermettségünket, és az, hogy megbíztak minket, azt gyönyörű fotókkal megháláljuk. Ezáltal a portfóliónk színesedjen, és a mi önbizalmunk pedig nőjön. Természetesen jó értelemben, sose legyünk elszállva magunktól, mindig maradjon meg a szerénység, és hát a képek beszéljenek.
természetesen, amikor meg beszélni kell, kommunikálni kell, akkor természetesen nyissuk ki a szánkat és beszéljünk, de leginkább kérdezzük meg az ügyfeleket. Tehát ahogy ugye kicsit visszakanyarodva az adás elejére, ugye amikor először találkozunk egy párocskával, akkor természetesen mi is mondjuk el, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, de 80%-ban hagyjuk őket beszélni, mondják el, hogy ők nekik mi a stílusuk, van-e elképzelésük, meséljenek magukról. Minél többet megtudunk, annál jobb lesz a közös munka, annál jobban rá tudunk érezni az ő emberi mi voltukra, és egy szép kerek történet kerekedik belőle, úgyhogy körülbelül ennyit szerettem volna. Köszönöm a figyelmet, és találkozunk legközelebb. Egy kicsi kis kitekintés, most ez a videó miatt egy kicsit csúszik a kép elemzés sorozat, úgyhogy most terv szerint az lesz, esetleg még ilyen fotós hírek valamikor várható, de attól függ, hogy mennyi időm lesz videót csinálni, mert most is tényleg 5-kor kell felkelni, hogy ezt le tudjam forgatni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, záporozzanak a kérdések, hozzászólások, találkozunk legközelebb is, ha van kedvetek, iratkozzatok fel, a kis harangocskát meg lehet nyomni, akkor jön értesítés. Minden ilyen pozitív visszajelzésnek örülök. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!